του μεγάλου και τα αληθινού. Κατέβα φανερό σου κι άσταψε εδώ πέρα, στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Az olimpiai himnusz és a görögül is elhangzó olimpiai eskütétel idézte az ókori sportviadalok emlékét és azt a különleges hangulatot, illetve tiszteletet, ami körülvette a játékokat és a versenyzőket is. A hegyvidéki olimpiát korábban az ötödikeseknek szervezték, ám a járvány miatt tavaly kimaradt ez a remek viadal. Ezért az önkormányzat, illetve a hegyvidéki sportközpont most kárpótolta a kerületi hatodikosokat, hogy ne essenek el egy ilyen remek sport és társaság élménytől. Miközben versenytek, ne felejtsétek el, hogy mindegyik versenytársad egy bajtárs egyben, hiszen egy célért fogtok küzdeni, és ne felejtsétek el a Kubertini báró eszméjét, aki azt mondta, hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem. Mivel az önkormányzat 11. alkalommal rendezi meg ezt a diákolimpiát, emlékezve a hagyományokra, ne felejtsétek el, hogy most itt nem csak sportolók vagytok, hanem diákok is, és bajtársak. Én azt kívánom, hogy ezt a teljességet éljétek meg, buzdítsátok egymást, és ne felejtsétek el, hogy most mindenki győztes lesz, aki itt elindul. Ezekkel a biztató szavakkal köszöntötte az Oktatási Bizottság elnöke a több mint 400 diákot, akik között a Gennaro Verolino sportolói is ott voltak. Itt nem az a fontos, hogy ki milyen gyorsan teljesíti az egyes feladatokat, vagy ki milyen eredménnyel, hanem az, hogy részt vesznek, a részvétel a fontos, és mindenki egyenlőképpen nyilvánvalóan egy-egy érmet kap. Tehát a lényeg, a sportszerűség, az, hogy együtt vannak, az, hogy mindenki megpróbálja, mindenki teljesíti, önmagához képest a legjobban. Fontos a gyerekeknek az, hogy lássák ezt az eseményt a szüleik is, hogy tudjanak szurkolni, drukkolni nekik, és nem utolsó sorban a lakomákhoz is hozzájárulnak, és ez ezáltal egy valódi közösségi élményé válik ez a rendezvény évről évre. Maga a verseny ugye a maratonfutással indul, ami itt most jelen pillanatban egy ilyen 1500 méteres futás, külön a fiúknak, külön a lányoknak, majd lesznek dobó, ugró, és a végén a birkózás szám, amivel zárunk. Egyébként az a legnépszerűbb eleme a hegyvidéki olimpiának, és akkor utána természetesen mindenki egyedi kerámia érmet kap ajándékba. A Cakó utcai sportpályán összesereglett diákokat nem kellett rábeszélni, hogy egy délelőttöt a közös mozgásnak, sportolásnak szenteljenek, aki tudott, eljött a jó hangulatú kis olimpiára. Szerintem a maximumot mindenki kihozza magából. Nem kell rá készülni külön, mivel olyan versenyszámok vannak, amit eleve minden évben átveszünk, a kislabda hajítástól a futásig, a birkózásig, mindent. Ez igazából a buli volt, tehát nem arról volt szó, hogy elsők legyenek, lett olyan, aki negyedik lett a fiúk közül, úgyhogy nagyon jól teljesítettek, de nem kifejezetten versenyszellemben, hanem inkább a játékszellemben. A 11. hegyvidéki olimpia ugyancsak a hagyományokhoz hűen díjkiosztóval, az olimpiai láng eloltásával és egészséges ételekből összeállított lakomával ért véget.